A mostani munkálatok a héten befejeződtek. Egy nagyon izgalmas időszakon vagyunk túl. Tavaly évben kezdődtek el ezek a folyamatok, amik a régi kereszt lebontásával kezdődtek. Már nagyon rossz állapotban volt, tehát a kereszt az egy rekonstrukció, amit jelenleg látunk, és teljes mértékig újra lett aranyozva. Itt minden részlete új, és most sikeresen az egész kereszt jelenleg aranyozva van. Miből áll egyébként maga a kereszt? Mi az alapja? Hiszen csak az arany, gondolom, az a legkülsőbb rétege. Így van, ez sárga léz elemekből van összeszegecselve, ahogy látjuk, rengeteg szegecselés van, és rengeteg illesztési pont, és az aranyozást megelőzte egy úgymond korrózióvédelem, aminek volt egy laboratóriumi vizsgálata, mint minden anyagnak, amit itt fönt használunk. Egy nagyon extrém helyzetben vagyunk, és a tárgy is egy nagyon extrém magasságban van, és nagyon ki van téve mindenféle külső elemnek, ennek a legfontosabb lényege a hő. És minden egyes anyag, amit használtunk, egy hőteszten ment végig, és azt vizsgáltuk, hogy milyen hőállósági képességük van, ebből lett végül kiválasztva egy alapozóanyag, és arra épültek föl a különböző technológiai folyamatok, aminek a legvége az maga az aranylap. Most ugye az aranylapokat helyezik rá a keresztre. Utána van még valamilyen réteg, amivel megóvják az időjárás és a szél és a többi ártalmaktól? Igen, ez egy speciális dolog, mert lényegileg az aranynak nem kellene, hogy kapjon lakkozást, mert egy nagyon időtálló anyag, nem korrodál, nem rozsdásodik. Itt viszont mindenképpen fogunk használni egy lakréteget, hogy minél tovább tartson, mert maga ugye ennek az egész kereszt állványozása, ez egy nagyon-nagyon hosszú és nehéz folyamat volt. Azért ezek itt 50-100 évekről beszélünk, és hogy ezt mi tudjuk tartani, hogy ezt minél jobban, ilyen fényében láthassák azért az emberek, ehhez mindenképpen szükséges lesz, úgyhogy egy lakréteget fog még kapni, de magát a fényét nem fogja elvenni. Ugye különleges dolog, hogy fel van állványozva most ez a kereszt, és most itt állhatunk mellette, hiszen azért egy ritka pillanat. A kereszt, arról beszéltünk, hogy rekonstruálták, a gömbbel mi történt, ami alatta van? A gömb az eredeti formájában maradt, nem lett visszabontva, egy több szempontból sem. Olyan szempontok is voltak, hogy például maga a gömb annyira tökéletes, és annak idején a mesteremberek olyan gyönyörűen tökéletesre csinálták, hogy igazából nem szerettük volna ezt rekonstruálni, és hát maga a múlt van belül, rengeteg felirattal és rengeteg dátummal, és azt gondoltuk, hogy ez ugyanúgy a történelmiségének a része, egy emlék, egy mementó, hogy ezt így szerettük volna megőrizni, tehát a gömböt eredeti formájában meghagytuk, és egy újra aranyozást fog kapni ennek is a felülete. Mikor fejeződnek be ezek a munkálatok, illetve mikor kerül le az állvány a kereszt mellől? Remélhetőleg a jövő héten be tudjuk már a gömböt is fejezni. Nem igazán tudunk számolni. Tehát, hogy olyan semmiféle számítást nem tudunk végezni. Van, hogy elindulunk reggel, és tökéletes szélcsend van, napsütés, és fölérünk, azért itt 120 méter fölött vagyunk, és olyan szélviharba kerülünk egy perc alatt, hogy nem tudjuk sajnos a munkálatokat tovább folytatni. Az aranylap nagyon-nagyon könnyű, a legkisebb szélmozgásra is már nagyon óvatosan kell vele bánnunk, úgyhogy csak nagyjából szélcsendbe tudunk vele dolgozni. Reményeink szerint a héten be tudjuk fejezni, akkor pedig majd egy zsűri jóváhagyása után, ha ők is azt gondolják, hogy ez minden szempontból akár szakmailag, akár esztétikailag megfelelő, akkor az állvány elbontásra kerülhet, úgyhogy még mi nagyon örülünk, hogy még az életünkben sor került arra, hogy itt lehettünk, és ennek a részesei voltunk, úgyhogy ez óriási megtiszteltetés.